A mai alkalommal a Bootstrapről lesz szó. A Bootstrap egy CSS keretrendszer, azok közül is talán a legnépszerűbb. Segítségével könnyen tudunk responszív oldalakat készíteni, olyan oldalakat, amik bármilyen felbontású eszközön működni fognak, nem lesz semmilyen szétcsúszás, gondolok itt arra, hogy egy weboldal könnyedén tud váltani például mobil nézetre, és akkor is jól fog kinézni, hogyha a nagy felbontáson, vagy hogyha kisebb felbontású eszközön szeretnénk megnézni, ehhez nyújtanak segítséget ezek a keretrendszerek. Ez tartalmaz CSS és JavaScript kódokat is ehhez. Mindjárt megnézzük, hogy pontosan hogyan működik. Amit a kijelzőn látunk, az a Bootstrapnek a hivatalos oldala, a getbootstrap.com. Itt gyakorlatilag minden szükséges információt, dokumentációt meg fogunk róla találni, illetve hozzáférünk a fájlokhoz is. A utolsó verzió, az utolsó nem beta verzió, az a 4.6-os, viszont már jön a 5-ös verzió is. Ez most jelen pillanatban beta 3-as állapotban van, ennek ellenére az 5-ös verziót teszi talpértelmezettnek, hogyha hozzá szeretnénk férni, de mi nem ezt akarjuk használni, hanem a 4.6-osat, úgyhogy amikor a Bootstrap-et használni szeretnénk, akkor itt a 4.6-os linkre kell majd kattintani. És egyelőre ennyit erről az oldalról. A másik oldal, ahol adatok, tehát információkhoz férünk hozzá, leírásokhoz, és nagyon hasznos lehet, ez a vritischools.com-nak a Bootstrap 4-es oldala. Ezen a címen lehet betölteni. Ez hasonlóan jól segítséget nyújt majd nekünk a elérhető kódokban. Itt oldalt van egy tartalomjegyzék, hasonló megoldáson az eredeti oldalon is, itt is utána nézhetünk a dolgoknak. Talán egy kicsikét használhatóbb a Vritischools-nak az oldala. Na, de mit tudunk ezzel kezdeni? Ja, egyrészt letölthetjük ezt a Bootstrap fájlokat a gépünkre, használhatjuk onnan, feltehetjük a saját weboldalunkra, vagy pedig, amit majd mi is fogunk használni, hogy egyszerűen az ő általuk kínált linket, az ő oldalukról fogjuk ezeket a fájlokat betölteni. Itt van egy, egy Bootstrap min.css fájlra mutató hivatkozás, mi egyelőre ezt fogjuk használni, ezt fogjuk beemelni a honlapunkba. De mi tartalmaz ez? Most, hogy ezt meg tudjuk nézni, ez letöltöttem én már ezt a fájlt, ezt a csomagot, ebben itt most több fájl van, nem csak ez az egy CSS fájl. És nézzük, hogy hogy segít ez nekünk. Itt van a bootstrap.css, ezt megnyitnám mondjuk egy Notepad++-ba. És lássuk a tartalmát. Gyakorlatilag semmi idegen dolog nem található benne. Egy jó nagy fájlban összeszedték azokat a beállításokat, formázásokat, amiket a Bootstrap tartalmazni fog. Ezt nekünk felhasználnak mostantól kezdve. Nem kell megírni, nyilván írhatunk mi is sajátot. Ha sajátot szeretnénk, akkor lehetőleg ne ezt a fájlt módosítsuk, hanem csatoljunk hozzá saját CSS fájlt, és akkor abba dolgozzunk. De azért az alap beállításaik is viszonylag impozánsak, szépek, sok cég használja ezt. Ez egy viszonylag standardnek számítható kinézet lesz majd. Tehát látunk például itt a bodinál, vagy badinál is, ugye a beállítja a margót, a betűtípust, és így megyünk tovább a címsorokra, szintén
beállításunk van az alapbekezdésekre, illetve hát nem csak a HTML címkék vannak itt beállítva, hanem osztálykijelölők is lettek bőségesen létrehozva. Gyakorlatilag minden feladatra van nekünk osztálykijelölőnk előkészítve. Ezeket majd nyilván meg kell néznünk, hogy hogyan működnek. Hát most csak például rákeresünk, a középreigazításra is fogunk találni megoldást. Na hát itt most egész sok textet találunk, mindegy, itt látjuk például, hogy ezt a linknek a különböző állapotait, ugye például, hogy a alapesetben ne legyen aláhúzott, milyen legyen a színe, és a többi, és a többi. Mondjuk ez még pont nem volt osztálykijelölő, de valószínűleg ezek majd lejjebb lesznek. Jó, itt már több osztálykijelölőt fogunk találni. Ezeket majd simán bele tudjuk írni a kódunkba a class paraméter után. Jó, na, nézzük is meg ezt a valóságban. Első lépésként most csak a tipográfiával fogunk foglalkozni. Erre nem is lesz szükségünk. Ehhez előkészítettem egy fájlt. Ő pedig egy pár bekezdés a Wikipedia Linuxos szócikkéből. Már simán elő van készítve. Megnézzük, hogy néz ez ki. Tehát egyelőre így néz ki. Ugye ez az alap HTML. Formázás H1-es, H2-es, H3-as címsorokkal és bekezdésekkel. Az oldalap tartalmaz egy stíluslapra hivatkozást, a stílus.css-re ez nem létezik egyelőre, de itt hagyom, hiszen több stíluslapot is lehet ugye csatolni, úgyhogy ez elé vagy mögé egyelőre mindegy, becsatolhatjuk a Bootstrap-nek a stíluslapját is, az majd hoz némi változást az oldalon. Becsatolni a getbootstrap.com-ról tudjuk, hogy oda kattintottunk a 4.6-ra, és akkor itt van egy kódrészlet, amivel ezt be tudjuk könnyen csatolni, felmásolom a vágólapra, és elhelyezem ide. Jó, most így csatoltuk ezzel a kóddal ezt a Bootstrap-es stíluslapot, és ha megnézzük az oldalunkat, akkor azon nyomban megváltozott a kinézete, mert hogy már voltak ugye forvázások elhelyezve a H1-re, a P-re, stb. Nézzük, mit tudunk még ezzel kezdeni. Ehhez célszerű szamárvezetőnek elővenni mondjuk a Virtuoskuz-nak a Bootstrap 4-es tutoriáját, és akkor nézzük a tipográfiát. Na most az elején ugye megtudjuk, hogy akkor az alapértelmezett betűtípus, amit mi is láttunk a bekezdéseknél, a Bootstrap 4-ben egy 16 pixeles szöveg másfeles betű vagy sormagassággal, és a betűtípus hát szépen sorban attól függ, hogy mi van nekünk, Helvétikával kezdődik, és Arial stb. Található. A H1 és H6 közötti a címsorok, azok ezt követik, ezt a kinézetet. Ez ugye itt meg is van nekünk, jó. Be van építve egy másik fajta címsor, ez a display osztálykijelölővel elérhető megoldás, ez egy kicsit magasabb, vékonyabb, talán elegánsabb is. Most nézzük akkor, hogy lehet ezeket az osztálykijelölőket használni.
Ugye az a legnagyobb betűnek, vagy betű méretnek a kijelölője, hogy display kötőjel 1. És át szeretném akkor alakítani a H1-es címsoromat ilyenre, akkor class, és amit használni szeretnék, az a display kötőjel 1. Jó, amikor ezt használjuk, ez a display kötőjel 1, akkor mindegy, hogy valójában milyen címkéhez tesszük hozzá, a H1-esből is ugyanezt a kinézetet fogja megjeleníteni, mint hogyha én ezt mondjuk a sima bekezdéshez írnám. Jó, tehát ezzel erre azért érdemes odafigyelni, hogy ezt nem muszáj a H1-es címsorhoz tenni. H1-es címsor az önmagában is valamit jelent, de ezzel pedig bármelyik bekezdés, ugye display egy osztályú, stílusú lehet. Ott meg is hagyom, itt már nem fogom meghagyni. Jó, visszaállítom. Ugyanez a többinél is felhasználható, tehát a H2-nél is. Ha oda display egyet írok, akkor ugye ezt a második szintű címsort felül fogja bírálni. Viszont ha display 2-t írok, akkor az eredeti szándékomnak megfelelően egy kettes szintű lesz belőle. Jó, ezeket nem fogom bántani, mert itt viszonylag nagyra állítja, amire nekem most nincsen szükség. A címet azért meghagyjuk, mondjuk egy display H3, legyen 4, oké. Ez még így valahogy elmegy. Jó, a többit pedig meghagyom H2-nek, illetve H3-nak. Jó, a This is az előnye egyébként még itt a Try it yourself gomb a legtöbb kód után, ahol megnyílik egy oldal, és ki lehet próbálgatni a kódot folyamatosan. Ez nem csak megjeleníti a kódot, hanem akár hát is tudom írni. Tehát leveszem itt mondjuk ezt az osztályt, azt mondom, hogy run, és akkor látom az eredményt. Gyakorlatilag így a felhőben ki tudom próbálgatni. Jó. Következő a small, ugye kisebb lesz majd a betű. Itt ezt a saját oldalunkban nem is írjuk be. Itt megnézhetjük a mintán. Nézzük például a H1-es címsort, így itt pedig itt van, beírtak egy szöveget, hogy H1 heading, illetve egy secondary text. A secondary text a small címkék között van, és ő kisebb lesz, mint az eredeti. Jó, tehát a small-lal kisebb karaktereket lehet írni. Jó, a mark az már érdekesebb, egy egyszerű kijelölést ad nekünk ez a mark címke, ezt mondjuk kipróbálhatjuk a mi oldalunkon is. Jó, azt mondom, hogy a Linux operációs rendszer szavakat szeretném kijelölni, vagy illetve megjelölni, akkor egy márkkal őt meg tudom jelölni, és ki fogja nekünk emelni a szövegbe. Jó. Nézzük a következőt. Ez az ABBR kód, ez egy ilyen pontozott aláhúzást ad, és ebben nem is csak az a lényeg, hogy pontozott aláhúzással van elhelyezve, hanem ez egy ilyen kis súgó. Fölé visszük a kurzort, akkor megjelenik mellett egy kérdőjel, és akkor egy kis súgó szöveget is meg lehet jeleníteni. Jó, a működése akkor úgy néz ki, hogy az első címkének van egy paraméter, egy title paraméter, és odaírhatjuk be azt a szöveget, ami majd meg fog jelenni, amikor fölé visszük a kurzort. Na, mi is csináljunk ilyet valahol az oldalunkon.
hogy hol lehetne. Aha, mondjuk azt, hogy kicsit itt áttérjük ezt a részt, és akkor a Linux disztribúciók, rá azt fogja megjeleníteni, hogy itt a zárójelben van, és akkor a zárójel nem kell. Jó, ez itt van a bekezdésben, van ez a Linux kifejezést ebbe a bekezdésbe, disztribúciókra. Jó, és akkor erre a disztribúciókra fogjuk azt beírni, hogy terjesztések. És ezzel nekünk erre a zárójeles részre továbbiakban nem lesz szükség. És az oldalunkon is megjelent ez a pontozott találhúzásra. Fölé viszem a kurzoromat, akkor kiírja, hogy terjesztések. Jó, nézzük tovább. Na, őse is, ő sem kell nekünk. Idézetek. Na most ez a sima idézetek rész, ez van a HTML-ben is, csak itt most ugye tartozik hozzá némi formázás. Ha megnézzük, ilyet nem fogunk a miénkbe rakni, nincsen idézetünk, itt látni fogjuk, hogy ez hogyan működik. Jó, szerintem itt talán nem is kell az osztályt hozzáadni, illetve hozzá lehet bármilyen bekezdéshez is adni. Most itt a hozzáadásnak talán az az előnye, amit itt látunk, hogy az idézetnek van azért egy forrása is. Itt megadhatjuk egy lábléccel, hogy ki volt a forrása. Jó, de ilyet most mi egyelőre nem teszünk bele. Akkor itt vannak a különböző listák, illetve hát ez a DL lista. Először is, itt is csak ezt fogjuk megnézni. Gyakorlatilag beépített, mint látjuk, HTML kódként is létezik, viszont itt tartalmaz néhány formázást majd a CSS fájlba. Nem teszünk be ebből most semmit. Kód. Na nézzük a kódot. Itt látjuk, ha valamilyen, tehát az oldalunkon szeretnénk hivatkozni valamilyen kódrészletre, ami egy, tehát maga egy kód, mondjuk itt jelen esetben például egy webszerkesztésben használatos, vagy CSS-ben használatos kódok, ez a section div, és ezt ki szeretnénk emelni, hogy ez látható legyen, hogy ez valamilyen kódrészlet, akkor használhatjuk ezt a címkét. Nem tudom, hogy a mi oldalunkba találunk valami ilyesmit. Valószínűleg nem. Jó, nem. Mindegy, akkor mi nem írjuk bele, de itt azért rendesen látszik, hogy azok a szavak vagy részletek, amiket kódszónak szeretnénk jelölni, azokat kód közé téve ki fogja emelni. Jó. Oké, billentyű kombinációk. A következő, ha leszeretnénk egy billentyű kombinációt írni, és azt ki szeretnénk emelni a szövegbe, akkor használhatjuk ezt a KBD-t. Azért Linuxba csak találunk olyat, ahol be lehet írni. Jó, na mindegy, írjunk a végére, mert ebbe nincs. Mondjuk az, leírjuk azt, hogy a bejelentkezéshez lesz nekünk akkor egy címsorunk, egy H2-es, csak hogy ne az előzményekhez tartozzon, egyebek, ez lesz a neve, és felveszünk egy ilyet, hogy a bejelentkezéshez nyomd le a Ctrl-Alt-Delt,
Hát ugye az nem itt van, de mindegy, Ctrl Delt a Windows-ban. Windows-ban. Itt, de itt ilyen nem kell. Jó, és akkor őt szeretnénk beállítani, és akkor hozzá fogjuk használni ezt a KBD címkét. KBD. És egészen idáig fog tartani, és akkor a billentyű kombinációkat, vagy egy billentyű lenyomását, azt gyakorlatilag így kiemeltük, ez a formázás egy kicsit hasonlít egy billentyűre. Így azért sokkal szembetűnőbb a felhasználóknak. Jó, következő ugye ez a preformázás, szintén van HTML-ben. Gyakorlatilag egy ilyen azonos karakterszélességű szöveget fog nekünk készíteni. Jó, ez szintén a mi oldalunkban nem fogjuk most betenni. Ellenben van itt még néhány osztálykijelölő, ami fontos és használhatjuk. Itt van például a vastag szöveg, tehát vastag szöveggel kiemelés, a dőlt kiemelés, a vékony szöveg, meg a még vékonyabb szöveg, akkor lehet small, lead, tehát balra, igen, balra igazítás, középre igazítás, jobbra igazítás, sorkizárás, kisbetűs, nagybetűs, van itt minden, ami kellhet nekünk. Hát néhányat próbáljunk ki belőle, mondjuk legyen egy vastag és egy vékony szövegünk, meg egy dőlt. Kezdjük vele. Jó, hát mondjuk szabad szoftverek részt, azt ki szeretném emelni. Na, most nem egy egész bekezdést szeretnék kiemelni, mert ez ugye vonatkozott egy kisebb szövegrészre. Akkor se nem a meglévő P-nket, bekezdésünket használjuk, se nem divet fogunk berakni, mert az is egy bekezdés. Erre jó a span, ami egy szövegrészre tudja az osztálykijelölőt használhatóvá tenni. Jó, tehát ő a span címke, a divek meg maradhatnak a bekezdésekre. Jó, tehát a span az a szövegen belül. Volt nekünk, na mindjárt megnézzük mi volt, még hol van? Na, itt van például nekünk a dőlt, a font italik. Rárakhatnám másra is, de nézzük meg, hogy hogyan lehet egy ilyen osztálykijelölőt egy helyre tenni egy másikkal. Tehát mondjuk itt van a class, itt vastag volt, és szeretném, hogy legyen még ez dőlt is. Akkor egy darab szó közt kell közé rakni. És beírhatjuk a következő formázást is, és mind a kettő érvényes lesz rá. Látszik, hogy félkövér és dőlt is lett egyszerre. Hát a többi az ugyan nincs, működik, small, nem érdekes, ki lehet majd próbálni, 80%-os lesz az eredeti méretéhez képest, viszont az igazítások azok fontosak lennének. Ugye erre ismerünk mi CSS kijelölőket, de ezt megcsinálták már itt maguknak. Nekünk már csak az osztály kijelölőt kell felhasználni. Tegyük a címet mondjuk középre, akkor ugye megkeressük, hogy hol a cím a kódba. Ugye ez a H1-es címsor volt, már tettünk rá egy Display 4-es osztálykijelölőt, viszont teszünk még rá, akkor egy középre igazítást is, tehát szó köz, text, center, és ennyivel el is intéztük a középre igazítást.
Amit ugye tudni kell ezekről a az osztály kijelölőkről, hogy ezek úgy vannak kitalálva, hogy nagyjából az élő nyelvhez legjobban hasonlítsanak, könnyű legyen őket megjegyezni. Ugye itt is úgy kezdődik, hogy textet akarunk, center, tehát középre igazítani. Nos, amit még mondjuk megtehetünk, kipróbálni, az mondjuk a sorkizárás. Itt van egy jó hosszú bekezdés, amin ez látszódik is. Ugye alapesetben a, ez nem is egy, ez két bekezdés. Na mindegy, legyen ez a harmadik, vagy negyedik. Tehát a bekezdések azok nincsenek sorkizáratra igazítva. Ezt nekünk kell megadnunk. Szintén ezt megadhatjuk úgy, hogy class és text. Tehát szeretnénk justify sorkizártá tenni, és akkor sorkizárt lesz. Most ezek a szövegek eléggé csúnyán hozzátapadnak az oldal széléhez. Ugye ez azért van, mert az elején is láttuk a body-nak a margó tulajdonsága az minden oldalon nulla volt. Ez később a konténerek használatával nekünk majd nem fog gondot okozni, csak most néz ki ilyen furán, ettől most egyelőre tekintsünk el. Tehát voltak igazítások, és akkor még a többi lehetőséget, ezeket ki lehet próbálni, mondjuk még egy nagy betűzést próbáljunk ki. Ugye ő a és egy olyan, amit nem feltétlenül akarunk egy teljes bekezdésen, hanem csak egy-egy szövegrészen megjeleníteni. Mondjuk itt szeretném a névet, tehát a Stallmannek a nevén, akkor ugye ne felejtsük el, hogy akkor spent kell használnunk. Jó, text uppercase. Ja. És akkor ezt a részt nagybetűssé teszi. Használhatnám ezeket bármelyiket is. Most jó, vegyünk egyet, amit lehet, tegyünk monospace-é. Valamelyik bekezdést. Mondjuk ezt az utolsót, itt nem is spennel fogom akkor csinálni, hanem akkor a bekezdést fogom átállítani. Azért mégis ennél így jobban fog látszódni. Jó, és akkor simán ez a, ez a tényleg ez az írógépszerű egyenlő szélességi karakter lesznek. Jó. Ha pedig valamilyen itt az elején beszéljük, tehát valamilyen stílust szeretnénk még hozzáadni, de nekünk ez így nem teljesen jött be, és akkor a saját stílusunkkal szeretnénk itt foglalkozni, akkor ugye ott volt, oda volt csatolva a sajátom egyelőre, meg hát amúgy is lehet oda csatolni. Abba mi megírhatjuk a saját stílusunk, stílusainkat. Mondjuk van nekünk egy H2-es címsorunk, és szeretném, ha az ő színe mondjuk lenne piros. Jó. Hozzáírtam a sajátomat. A sajátom az a bootstrap-et követte, gyakorlatilag ezzel felülírta az ott találhatókat. Mondjuk például megtehetem én azt is, hogy nem, tehát alapvetően nem nagyon jó dolog ez nekünk, hogy itt felülírkáljuk, de megtehetjük például, hogy a bekezdések mindenhol sorkizártak legyenek, nyilván nem azt a fájlt fogjuk kirogatni, amiket ők már megcsináltak, főleg, hogyha le se töltöttük, hanem tőlük használjuk, de meg tudjuk csinálni azt, hogy text align justify, és ezzel megoldottuk azt, hogy az összes
bekezdésünk sorkizált legyen. Jó, elmentek mindent, és akkor egyelőre ennyi erről.